Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Köszöntöm képviselő urat, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat egy évvégi évértékelő interjúra. Én is nagy szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Kezdjük az év elején. 2019-ben a térségben milyen fejlesztések, beruházások történtek? Hát abban a nehéz helyzetben vagyunk, hogy a műsoridő kevés lenne ahhoz, hogy fel tudjuk sorolni, hogy milyen sok fejlesztés történt, milyen sok beruházás, mennyi átadásra került sor az egész térségben. Hiszen beértek azok a pályázatok, a területi operatív programból lévő pályázatok, egyéb pályázatok, amihez még a megyébe kezdtünk hozzá 2013-14-ben az előkészítéséhez. Hiszen ez egy hosszú munkafolyamatnak volt a része. Először felmértük azt, hogy a megye milyen állapotban van, mire van szüksége a megyének, milyen beruházásoknak, melyik térségbe, milyen pályázat szükséges, és utána kezdtük ezt kidolgozni, hogy hol kell infrastruktúrális javítást, hol kell az oktatásba, hol kell az egészségügybe, hol kell a szociális szférába beruházni, milyen típusú programokat kell megvalósítani, és talán a 18-19-es és még talán a jövő évben ezek a programok megvalósulhatnak, hiszen nagyon sok felújításra került sor, akár itt látjuk Karcagon megújult a főtér, újultak meg utak, fürdői bekötő út. Én azt gondolom, hogy az utóbbi 20 évben nem tudtunk annyi utat, felújított utat átadni, mint az utóbbi 2 évben. Ezt pozitívnak látom, de hát azt látom, hogy a Tiszató turisztikai befektetése és beruházásai 30 éve nem látott ütembe fejlődnek, Abáczalók, Tiszafüred, és azt látom, hogy ez a térség kezd felzárkózni, nem rohamos ütembe, de kezd felzárkózni az ország többi részéhez. Nagyon sok olyan típusú beruházás van, amelyre már évtizedek óta vártunk, és én azt gondolom, hogy ha hozzák ezek az akár infrastruktúrális beruházások, akár az egészségügyi beruházások, hozzák azokat a elképzeléseket, azokat a terveket, amire mi is számítunk, akkor következőben szintet tudunk lépni, tehát olyan munkahelyteremtő beruházások, mert igazából már nem csak munkahelyre van szükség, hanem jól fizető munkahelyre, akkor a következő lépés ez lesz. Vannak biztató jelek, én azt gondolom, hogy a következő évben, a 2020-as, 21-22-es évben arra kell törekednünk, hogy a munkahelyteremtő beruházások jöjjenek, jól fizető munkahelyteremtő beruházások ebbe a térségbe. Idén került sor a helyhatósági választásokra, az európai parlamenti választásokra, és megválasztották a Jászlikon Szolnok megyei közgyűlés új tagjait és elnökét. Képviselő úr, hogyan értékeli? Hát vegyük sorba, 2019 tavaszán voltak az Európa parlamenti választások. Úgy gondolom, hogy ebben a térségben a Fidesz-KDNP várakozásokon felül szerepelt, hiszen 60% feletti eredményt tudott elérni. Jó volt a részvételi arány, és én azt gondoltam, hogy szép lendülettel tudunk neki futni az önkormányzati választásoknak, és ez az eredmény igazolta is a várakozásokat, hiszen az önkormányzati választáson szintén a Fidesz-KDNP megyei listájára 60,6%, és Karcagon a polgármester választásra, Dobos László polgármester úrra több mint 67% szavazott a lakosságnak. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon biztató, nagyon jó eredmény, ami mutatja azt, hogy az eddigi munkát folytatni kell. És hát ami külön öröm nekem, Jászlikon Szolnok megyei önkormányzat mindig is a szívem csücske volt, hiszen én 12 évet töltöttem a Jászlikon Szolnok megyei közgyűlésnek először 4 évig alelnökeként, utána 8 évig elnökeként, és én azt gondoltam, hogy ez egy kicsit, hogy mondjam, közelebb áll hozzám, és mindenképpen nagy öröm, hogy szintén egy karcagi került Jászlikon Szolnok megyei közülés élére, ifjabb Huba Imre, amiben biztos vagyok, és látom már az elmúlt 2 hónapban, mióta ő az elnök, hogy jó kezekben van Jászlikon Szolnok megye közgyűlése, Jászlikon Szolnok megyének a vezetése, és hát mindenképpen erősíti a térséget is, hogy országgyűlési képviselőként, akár Varga Mihály, mint miniszterként, több államtitkár is van innen Karcagról, és hát a megyei közgyűlés elnöke is szintén karcagi,
amiben bízok benne, hogy a térségre mindenképpen térségnek előnyére válik. A megyék közülés elnökének az egész megyére kell figyelni, de hát innen jár ő is dolgozni, mint ahogy én Karcagról minden nap, és ide jön vissza. Én azt gondolom, hogy nagyon jó választás volt Huba Imre elnöki választása, szoros az együttműködés, szinte minden nap egyeztetünk, azt gondolom, hogy jó csapatjátékosként a karcagi és a térségbeli csapatban mindenképpen hasznos munkát fog végezni. Számos nagyívű rendezvény került megtartásra 2019-ben. Hogyan értékelés, mi a fő irányvonal a 2020-as évre? Hát, mint ahogy mondtam, eredményes, és azt gondolom, hogy gazdag volt a 2019-es év. Látszik az, hogy a magyar gazdaság jól teljesít. Látszik az, hogy szépen fokozatosan emelkednek a bérek. És már el is feledkezünk azokról az időszakról, amikor 2010 előtt megvonták a 13. havi fizetést, ahol évekig nem voltak béremelések, ahol 10% felett volt a munkanélküliség. Ha valaki munkát keresett, akkor hónapokig, akár egy évig is keresni kellett a munkát, mire valóban el tudott helyezkedni. Most már azt látszik, hogy a munkavállalók inkább már válogatni tudnak a munkahelyek között. Ez nem jelenti azt, hogy olyan munkát tud találni az ember, amivel meg van elégedve a bérrel, a munkakörülményekkel. De én azt gondolom, hogy az ember mindig egy kicsivel többre vágyik, jobbra vágyik, és ez hajtja előre a világot. Én azt gondolom, hogy látszik az, hogy minden évben egy kicsit tudunk előrelépni, és abba bízom, hogy ennek a térségnek is egy aranykora kezdődik a 2020-as évben. Persze nagy szavak ezek, de most már szintet kell lépni, ugrani kell előre, hiszen azok a beruházások, amelyeket már, hogyha láttuk azt, hogy akár Debrecenbe megy a BMW, Kecskeméten van a Mercedes, mi és Szolnokon is komoly cégek jöttek, akkor most már Debrecen és Szolnok, Debrecen és Kecskemét között is most már meg kell lépni azt a szintet, amit a Nagykunság, Karcag és a Tiszató vidéke, amiben már előre tudunk lépni, tehát ide kell csábítani olyan cégeket, amely magasabb technológiai színvonalon magasabb béreket tud fizetni. Ebben már komoly tárgyalások voltak Szijjártó Péter külügyminiszter úrral, hiszen ő koordinálja azokat a külföldi cégeket, akik Magyarországon szeretnének beruházni. És én nyomatékosan felhívtam a figyelmét, hogy itt van hely, itt van lehetőség, csak most már ember is legyen, hogyha ide jönne egy cég, hiszen kevés szakképzett munkaerő van, de a képzési intézményekkel, a szakképző intézményekkel bármikor tudunk olyan képzéseket beindítani, ami egy jövőbeni beruházónak igényei lennének, és az egyik fecske hozza a másikat, és a fecskék megcsinálják a nyarat, és várjuk ezeket az első fecskéket. Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka, melyek voltak a fő kérdések, és miben szólalt föl, képviselő úr? Hú, hát nagyon intenzív volt ez a parlamenti ülésszak. Már nem tudom, hogy hány felszólalásom volt. A legutóbbi felszólalásként a Nemzeti Bank 2018-as beszámolójához én voltam a Fidesz-KDNP vezérszónoka, ami mutatta azt, hogy a Nemzeti Bank is egy eredményes évet tudhat magam őt a 2018-as évben, hiszen jól gazdálkodott, jól támogatta a magyar gazdaságot, és az egyik legsikeresebb, az Európai Unióban az egyik legsikeresebb nemzeti bankként tudta abszolválni a 2018-as évet, és amit látszanak a 2019 ebbe az évben is, hogyha lezárjuk körülbelül januárban, februárban, akkor látszik, hogy a pénzügyi lezárása megtörténik ennek az évnek. Azt lehet mondani, az eddigi adatok alapján a 2019 év is egy nagyon sikeres év lesz. Én a gazdasági bizottságban vagyok tag. A gazdasági bizottság az egyik legtöbbet ülésező bizottság, hiszen hozzánk tartoznak a pénzügyminisztériumtól kezdve a Nemzeti Bankig, a Paksi Atomerőművet felügyelő tárca nélküli minisztertől kezdve, a különböző gazdasági versenyhivataltól kezdve, az állami számvevőszék, az államkincstár, és hát ezeknek a meghallgatásával, ezeknek a beszámolóinak a megtárgyalásával nagyon sok időt töltünk el,
Úgyhogy intenzív volt ez az elmúlt egy év, és hát vidéki képviselőként eddig nagyon jól ismertem a Karcag-Szolnok közötti utat, és a Karcag-Budapesti utat is már becsukott szemmel meg tudnám tenni, hiszen annyit kell feljárni Budapestre, de egy intenzív, és én azt gondolom, hogy hasznos évet tudhatunk magunk mögött. Advent időszakában vagyunk, közeledik a karácsony és az új év. Hogyan készül az ünnepekre? Hát az a hatalmas alvás mínusz, ami keletkezett az elmúlt fél évben, azt gondolom, remélem, hogy be tudom pótolni itt az ünnepek alatt, de azt látom a családon is, hogy már ilyenkor mindenki el vannak fáradva. A gyerekek, a pedagógusok, a szülők, ilyenkor már mindenki azt érzi, hogy már az utolsó tartalékokkal készül a karácsonyra, a karácsonyi nagy rohamra, hiszen összegyűl a család, főzés, karácsonyfa, vásárlás, azon már szerencsére túl vagyunk, a ház körüli teendők, amik eddig elmaradtak, és azt gondolja az ember, hogy majd a két ünnep közt meg fogja csinálni, ha tudja, akkor természetesen megcsinálja, de megmondom őszintén, még úgy nem érzem a karácsonyi készülődés hangulatát. Persze az ajándékvásárlás, fenyőfa vásárlás van, de még azt érzem, hogy még roham van, még az utolsó 100 métert még meg kell tenni, és valószínű, hogy Szentestén majd le fogunk rogyni, mint hozzám hasonlóan sokan mások a karácsonyi asztalhoz, és akkor azt mondjuk, hogy jaj, na, megérkeztünk. De hát milyen rohamtempóban él, azt gondolom, hogy mindenki, de azt a hangulatot, amit a karácsony majd a Szenteste fog nyújtani, hogy a karácsonyfa illat, a csillagszóróknak az illata, a finom ételek, a töltött káposzta, a sültek illata, az egy olyan hangulatot fog, egy olyan emelkedett hangulatot fog elhozni, amire azért már szerintem hónapok óta várunk, és hát a gyerekek, amikor bontják a csomagokat, az ajándékokat, annál egy csodálatosabb dolog nincs. Én már nagyon várom, de ez az utolsó 100 méter, még addig eljutunk, ez elég nehéz. Mit kíván, mit üzen a térség lakói számára karácsonyra és az új évre? Hát nagyon nehéz, amit az ember saját magának is kíván. Békességet, nyugodalmat, a családban szeretetet, és azt kívánom, hogy jövőre is egy kicsit tudjunk előrelépni. Minden család tudjon előrelépni, egy kicsit akár anyagilag, de ahogy telik az idő, látja az ember, hogy legfontosabb az egészség és a szeretet. Én minden karcagének és a térségben lakónak jövő évre jó egészséget kívánok, nagyon sok szeretetet, amit tudjon adni is, és tudjon kapni is. Ugye ezek megvannak, ez a kettő megvan, akkor minden megvan. Én jó egészséget és nagyon sok szeretetet kívánok a jövő évre mindenkinek. Képviselő úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánunk. Viszont kívánom önöknek is. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Ha lemaradtak a műsorunkról, akkor azt újra nézhetik a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!